A város képviselő testülete korábban már hozott egy határozatot arról, hogy a 2017-es évi költségvetésbe beépítik majd a Kalocsai Kézilabdaklub által elindított a Városi Sportcsarnokot érintő vízes bővítést. A KKC egyével korábban már benyújtott egy pályázatot a Magyar Kézilabdaszövetség irányába a bővítés kapcsán, amit tavaly egyéb okokból kifolyólag ugyan nem tudtak megvalósítani, azonban most újra itt a lehetőség erre. Az idei évben új újra benyújtottuk a pályázatot, jelenleg elbírálás alatt van, szóbeli támogatásról már kaptunk visszajelzést, és hát igazából kettő forrásból fog megvalósulni Kalocsváros önkormányzatának az önerejéből, illetve várhatóan olyan 39-40 millió forint tau támogatásból fog megvalósulni a vizsgálatok bevítés jelenleg. Hartman János elmondta, hogy a projekt várhatóan 2017-ben fog megvalósulni, amely bontási és építési munkálatokkal egyaránt jár. A Kalocsai Kézilabda Klub elnöke hozzátette, hogy a bővítés nem kizárólag a sportolók szempontjából fontos. A vizes blokk az nem megoldott jelenleg a közönség számára. Ugye ez akkor van jelentősége, hogyha ha nem csak a sportolók veszik igénybe a csarnokot, hanem esetleg egy sportbál, vagy bármilyen más kis térségi bál, vagy esetleg egy koncert, vagy ne bármilyen más rendezvény esetében szükséges a mosdók használata, akkor eléggé szegényesen jelenleg a, a kiszolgálás ebből a szempontból. A bontási munkálatok a jelenlegi vizes blokkot, valamint a büfé raktár helyiségét érintik majd, amelyet követően egy elalakú bővítés valósulhat meg, mint az az előzetes terveken is látható. Bővülne a sportcsarnok jelenleg egy darab mozgáskorlátozott öltözővel, egy darab mozgásolátozott mosdóval, vécével, bővülne férfi mosdókkal, illetve női mosdókkal. A bővítés kivitelezése meghívásos, vagyis nyílt pályázat alapján történik majd, amire akkor kerülhet sor, ha a KKC TAO pályázata jóváhagyásra kerül. A Kalocsai Klub egy nyilvános ajánlattételi felhívások közé tenni, amire ugye határidőn belül várjuk majd a jelentkezőket.